Még szeptemberben indult ez a tiszalöki beruházás. A Hot & Cold Therm Kft. Egyike annak a három cégnek, amelyek állami forrást kaptak a műhelyek építésére. Az összesen 225 millió forintos oktatási centrum kialakításához 151 millió forintos támogatást biztosít a Nemzetgazdasági Minisztérium. A munkálatokat várhatóan februárban befejezik, 2017. szeptemberétől pedig már elindul a középiskolások gyakorlati képzése összesen 60 tanulóval. Előre láthatólag olyan 8 szakmacsoporttal szeretnénk indulni. Ezek a szakmák szorosan kapcsolódnak a jelenlegi vállalkozási tevékenységeinkhez, főként építőipari kivitelezés oldalából. Az azt jelenti, hogy kőműves, festő, burkoló, csőszerelő, hegesztő, lakatos, gépszerelő, asztalos, bútorasztalos szakmacsoportokba gondolkozunk. Első körben a térségünkben a szakképző centrumok által biztosított szakképző intézetektől a tanulóknak a gyakorlati képzésével szeretnénk kezdeni a tevékenységünket. A támogatást a tanműhely építésére kapta a cég, a gépállományt a vállalat saját eszközeiből biztosítja majd. A 2011 óta működő Kft.-nek további tervei is vannak. Az első műhely kiépítése után több hasonló oktatási központot terveznek még Tiszalökre, ezért jelenleg gépbeszerzési és telephely fejlesztési pályázatokat készítenek elő. A szeptemberi képzésben szakoktatók és mestervizsgával rendelkező szakemberek tanítják majd a diákokat, összesen közel 20 fő. Nem tudom, hogy az ügyvezető igazgató úr mondta, hogy ő műszaki tanár volt a pályája kezdetén, és valamilyen szinten már akkor kapcsolata volt az akkori nevezük szakmunkás képzésnek, és én azt hiszem, hogy most azt is szeretném megvalósítani, hogy másképp és jobban is lehet, sőt, csak jobban lehet, hiszen a szakképzés azért is fontos, mert most olyan időket élünk, meglepetés, amit mondok, hogy amellett, hogy a munkanélküliségi mutatók még mindig rosszak, de már javulóak, amellett a szakképzett munkaerő területén pedig hiány van. A 60 fős tanulói létszámhoz diákonként 8000 euró támogatást kapnak. A fejlesztés támogatásához kötelező volt legalább 27%-os önrészt vállalni a cégeknek, de további feltétel volt még, hogy legalább 5 évig fenntartják a tervezett létszámot és működtetik a tanműhelyet. A tiszalöki oktatási centrumban a jelenleg elérhető legmodernebb felszereléseken tanulnak majd a diákok.